Karácsonykor hagyomány, hogy az ünnepi asztalra hal kerül, hiszen a gyors mozgású hal az újesztendőben hasonló haladásra serkenti a családot. A halpikelyek a ház népének bőséget ígér a következő évre. Lesz elegendő hal az idén az ünnepekre, a közepesnek mondható haltermés ellenére. Én harcsát akarok venni. Az árak a tavalyihoz képest mintegy 5-7%-kal emelkedtek. A drágulás hátterében több tényező is áll, többek között a termelési költségek emelkedése, valamint a béremelés is. Ennek ellenére az áremelkedés mértéke az országban sehol nem haladja meg a 10%-ot. Az ünnepek közelettével megnő a halfogyasztás, a pontjára idén kilogrammonként 1100-1300 forint körül mozog. A vásárlók körében kedvelt még a harcsa, a süllő és a pisztráng is. Élő pontyot szeretnék, és majd én otthon azt megpucolom, meg hát majd meglátom. Ikrát szeretnék még a halászlébe, meg egy kis szálka nélküli halat. Karácsonykor egyre többen vásárolják az értékesebb, igényesebb és jobban feldolgozott halakat, például a konyhakész pontyot, az afrikai harcsát, süllőt és a pisztrángot szemben az olcsó busával. A legtöbben halászlevet készítenek a megvásárolt áruból, de sokak rántva vagy sütve fogyasztják a halféléket.